Ennek a szakmának nagyon sok szegmense van, nagyon sokrétű. Nekem nagyon, nagyon fontos az, hogy az egység, az embereknek a kontaktusa egymással, a viselkedés, egymás iránt érzett szeretet, vonzalom. És ezt úgy gondolom, hogy az újszülött, a család és a kismama fotózásban és a baba fotózásban ezt így megtaláltam. Nagyon sok mindent tudok ezzel feldolgozni egyrészt, ezért is kezdtem el a fotózással foglalkozni, hogy az életemben fel tudjak dolgozni olyan dolgokat, ami egy életre megváltoztatta az életemet, érzelmileg, meg amúgy is. Másrészt a kisfiam születésével is azért nyilván kaptam energiát, és az ő belőle nyert szépségeket szintén azért az itteni kisgyermekekkel nyilván le tudom vezetni, mert imádom, akik hozzám jönnek, imádom azokat a gyermekeket. Igazából majdnem minden családdal van valamilyen rejtett kapcsolatom, vagy már ismertük egymást, vagy újonnan jönnek, de ugyanúgy tekintek rájuk, mint hogyha a saját gyermekem lenne, amikor dolgozok velük, mert ez nagyon fontos, mert hogyha ha a szeretetet nem adnám nekik át munkaközben, akkor ők is hidegebbek maradnának, nem lennének olyan nyitottak, és ez nagyon fontos, hogy az édesanyja és az édesapa egyaránt érezze azt, hogy én ugyanúgy tudok hozzájuk viszonyulni, mint egy nagyon közeli barát, vagy éppen egy családtag. Tehát ne legyek nekik idegen, ez nagyon fontos, mert hogyha meleg a környezet, akkor mindenki elengedi magát. Hogyha ránéznek a képemre, akkor ne csak azt lássák, hogy oké, van egy cuki kisfiú, egy szép anyuka és egy nagyon helyes apuka, hanem én szeretném, hogyha az a kép elmondaná, hogy ott abban a pillanatban ők mit éreztek, mit adtak át egymásnak, ezért fontos, hogy beszéljünk. Tehát nekem egyfolytában jár a számfotózás alatt, tehát fontos, mert hogyha nem tenném, akkor hidegek lennének a képeim. De szerintem rám ez nagyon jellemző, mert én amúgy is egy nagyon sok érzelmi töltettel ellátott ember vagyok. Nagyon-nagyon két véglet, tehát vagyok egy ilyen nagyon kis kellemes, aztán robbanhatnék is, mint egy vulkán akár, de én ilyen vagyok. Aki engem ismer, azt tudja, hogy én, ha bármit is csináltam életem során, vagy most, amit csinálok, az csak is úgy, hogy mindent kiadva magamból. Mert máshogy nem megy. Figyelj, Csongi, én nagyon picit dőj rá édesanyára, ahogyan mondtam, hogy nem a kezeddel, nem kell csak a felső testeddel. Kicsit nyújtsd ki a kezedet. Anyát, anyácskát fogd meg. Tudod, hogy megfogod itt oldalt, és én nagyon picit ide kinézel rám, jó? Oké? Jövök. Természetes fénnyel dolgozom, nem használok vakut. És ez nagyon fontos, mert így a családoknak is egy teljesen más környezetet tudok megteremteni, mint hogyha itt berakok 8 fényt, meg állványokat, meg vakukat, meg nem tudom micsodát, és akkor itt elkezdeném őket fotózni, és így megriannának, hogy Atya Úristen, tehát így meg
úgy érzik magukat, mintha akár otthon lennének, és sokkal szabadabbak. Úgyhogy a stúdiumnak a kialakítása szempontjából fontos volt, hogy rengeteg természetes fényt kapjak egész évben. Hát a másikat is, tehát mindenki tettük tegyük zsebre, jó? Oké, lazán. Oké, anya, bújjunk egy kicsit. Sanki vagyunk. Én minden egyes fotózást úgy zárok le, hogy addig dolgozom, ameddig az a képkocka, ami nekem kell, az nincs meg a gépemben. Aztán, ha az megvan, akkor vége a munkának. Viszont minden egyes fotózás után és sorozat készítésekor, amikor válogatok, mindig rájövök dolgokra, hogy ezt nem így kellett volna, azon változtatni kellett volna, ott miért nem mentem oda, azt miért nem igazítottam el. Igen, és itt jön az, hogy miért nincs segítségem. Azért nincsen segítségem, mert amíg én azt már tudom, hogy én mit akarok csinálni, én még elmondanám neki. Biztos lenne alkalmas személy, csak én nem vagyok egy egyszerű eset ebből a szempontból. Tehát nagyon hálás vagyok mindenre, és nem tudom, hogy kivel tudnék úgy együtt dolgozni, aki nekem úgy tudna a bal és a jobb kezem lenni, hogy ő már benn van a fejemben, mielőtt én még azt kigondoltam volna, hogy mit szeretnék. Úgyhogy nekem nincs megállás, én nagyon maximalista vagyok magammal szemben is, a munkámmal szemben pláne, és nem tudom azt mondani, hogy na most akkor elégedett vagyok, ez jó volt, hanem nyugtával dicsérem azt, hogy amit láttam, az igen, ott volt valami szuper dolog, és ezt így le tudom magamba. Nekem olyan nincs, hogy ez most jó, hanem mindig jobbat, mert csak ebből tudok táplálkozni és fejlődni, csak ettől leszek jobb, mint tegnap, vagy jobb, mint 4 évvel ezelőtt. Illetve anya szerintem sokat segít nekem, ez fontos, hiszen ő egy nagyon profi szakember volt, és úgy gondolom, hogy ő itt hagyott nekem valamit, amit nekem folytatnom kell, csak én hajat is csinálok, és közben még fotózom is. És ez nekem nagyon sokat jelent, úgyhogy ő itt van, remélem, minden nap, amikor rossz az idő, akkor is, és segít. Céljaim vannak, inkább. Álmodozni szeretek. Célom az, hogy ezt a stúdiót feltétlenül fent szeretném itt tartani, szeretnék itt ugyanúgy alkotni, mint régen. Nagyon-nagyon sokan keresnek meg távolabbi városokból, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok utazni. Én ugye nem vállalok máshol fotózásokat, csak a saját kis helyemen, mert itt mindig biztonságban érzem magam. Nagyon sok a kellékem, és nem tudok utazni annyi cuccal, pláne nem egy úszlőtt fotózásra. És ezáltal tervben van az, hogy szeretnék egy stúdiót máshol kialakítani. Egyrészt azért, hogy azoknak az embereknek, akiknek nem tudok adni, pedig szeretnének hozzám eljönni, ők is el tudjanak hozzám jönni. Ugye én egy fotózást nem vállalok 1 óra, 2 óra alatt. Tehát én szeretem a munkámra rászánni az időt. Ezért, hogyha más városban fotóznék, akkor sem megoldható lenne, hogy egy nap több családot vagy több babát lefotózok. Fizikális képtelenség, ezt energiával nem lehet bírni. Úgyhogy ez a célom, hogy már megvan, hogy hol, szeretnék egy kisebb stúdiót. Ez, ami most motoszkál a fejembe, és ezt valamikor szeretném megvalósítani, mert innen szeretnék néha-néha azért elmozdulni. Nem szeretnék itt esetre letenni a követ, hogy most nekem csak itt van a stúdióm. Más fotóstúdiókban, műtermekben nem szeretnék menni, tehát nem szeretnék bérelni helységet ahhoz, mert hogy sokan csinálják.
hogy lehet, rengeteg lofthelység van, ugyanilyen hasonló stúdiók, de úgy érzem, hogy ez nem az én közegem, én nem akarok egy idegen helyre bemenni, és ott dolgozni, és nem saját. Az enyém, az én kuckom, ott jól érzem magam, úgyhogy van egy ilyen kis termem.